Amikor azonban odaérünk, hogy a svájci frank hitelezés kapcsán a bankoknak valójában nincs felelősségük, akkor borul a bili. Nem ezt mondtam. De ezt mondtad. Nem, azt mondtam, hogy abban van, hogy svájci frankban. Ez egy óriási, monumentális szakmai hiba, ami ezt történt. Mondtam, de hát akkor a csúnya bankok. Nem. Akkor a csúnya bankok. Ha egy ilyen monumentális hibát el lehet követni, azért, mert ez egy teljesen mértéktelen profit lehetőséget biztosított a bankok számára, az egy nagyon-nagyon komoly, súlyos hiba, amiért igenis a bankoknak el kell számolniuk. Itt nincs kiút. Itt nincs kiút. Itt nincs kiút. Hát amit nem fizet vissza az ügyfél. De... Amit nem fizet vissza az ügyfél, 17%-a nem fizető ügyfél, tehát 100 forintból 17-et nem kapunk vissza, azt mi fizetjük. Én nem vágtam közbe, amikor te beszéltél. Végig vártam ezt a nagyon-nagyon hosszú apológiát, ugye, ami a klasszikus, neoliberális, próbank mise. A tény az, hogy itt egy monumentális szakmai hiba történt, ráadásul egy olyan szerződés szerkezet megfogalmazásával, ami a világ gyakorlatában teljesen egyedülálló. A következménye mindennek azonban az, és jobb lenne, ha minél előbb kollégáiddal együtt ezzel szembenéznétek. Az, hogy teljesen elvesztettétek a társadalom hitelét és bizalmát. Teljes mértékben. Na most, itt nem lehet ezt megúszni azzal, hogy aki azt mondja, hogy a bankok rosszul csinálták, az antikapitalista, az nem ért a bankokhoz. Én értek a bankokhoz, hidd el. És én hiszek a kapitalizmusban, hidd el. Én hiszek a piacgazdaságban. De amit ti műveltetek, annak semmi köze a tisztességes, mérsékelt, fegyelmezett piacgazdasághoz és ennek a szakmának az alaptételeihez. Tehát itt egy nagyon nagy hiba volt, ezt nem lehet megúszni, nem is fogjátok megúszni, mert vesztetek nagy rengeteg pénzt, de azzal, hogy ezt azzal próbáljátok hárítani, hogy aki erre felhívja a figyelmet, az piacellenes, az kapitalista ellenes, az demokrácia ellenes, az antiszemita, az nem ért a dolgokhoz, ugye? Nem, te nem, de mások igen. Ugye? Az nem fog menni. Tehát nagyon-nagyon komoly szembenézésre van szükség ahhoz, hogy ez a bankrendszer ismét funkcionális legyen. Én vagyok az utolsó, vagy én lennék a legutolsó, aki azt mondanám, hogy a 6-9%-os pozitív reálkamat mellett lehet fenntartható gyors növekedést csinálni egy olyan országban, amelynek jó években a potenciális növekedés üteme 4% körül volt. Ma nincs annyi. Egyszerűen a makromodellekből, makroökonomiai modellekből következik, hogy ahol a növekedés, a makroprofit 4% évente, ott nem lehet 6-9%-os pozitív reálkamatláb. De ezt a bankok nyakába nyomni, ez szerintem nem megalapozott, mert ezt nem a bankok alakítják a 6-9%-os pozitív reálkamatszintet. Ez egy elhibázott gazdaságpolitikának a mellékterméke, egy olyan elhibázott gazdaságpolitikának a mellékterméke, amely, és nem értek veled egyet, ami 2001-től nyert teret, mert 2001-ig, és tessék megnézni a statisztikákat, a hiteleknél a vállalkozásoknak nyújtott pozitív reálkamatszint nem haladta meg az 1-2%-ot.